Köszöntöm Önöket! Nagyon sok ember számára a család képezi a legfontosabb összetartó erőt társadalmunkban, hiszen a kiegyensúlyozott, érzelmi biztonságot nyújtó családi légkör meghatározó lehet a gyermekek, kicsik és serdülők fejlődésében. A kölcsönös szeretet tükrében biztonságosan nézhető és élhető a világ. Habár ma már azt is tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás ideje, és sokan csupán egy, esetleg két gyermeket vállalnak, számos ellenpélda is akad. Valahogy ezeknek a gondolatoknak a mentén kezdtük Apa, Anya, Gyerekek című műsorsorozatunkat, és célul tűztük ki néhány a környezetünkben élő nagy család bemutatását. Azóta 9 családot már bemutattunk Önöknek, ma megismerhetik 10. műsorunk főszereplőjét, a Pacséri Szél családot. Mielőtt azonban ellátogatnánk hozzájuk, szerkesztőségünk nevében szeretnénk megköszönni mindazoknak a családoknak, akik fogadták forgatócsoportunkat, és betekintést engedtek mindennapi életükbe. És most akkor következzenek az életképek a Szél család mindennapjaiból. Én Lidia vagyok, a családban az anyuka. És a kisfiam, aki jövő hónapban lesz 2 éves, ő Lázár. Lejna. Szabolcs az apuka. Sérhadna. Családunk, hogy is mondjam, az egy összetett család. Az véget mondom azt, mert ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. És annyi irányban mozgunk, tevékenykedünk. Az évek során apa és én összecsiszolódtunk oly módon, hogy a nevelési elveink változtak, a terveink változtak, de a gyereknevelésben mindenféleképp egyetértünk, és ami ezt illeti, nincs semmi gondunk. Van egy tinédzserünk, és ahol nagy a korkülönbség, az Léna és Hanna közt érződik a legjobban, mivel Léna 11 éves, Hanna pedig 3. Köztük érezhető volt eddig is nagyon a korkülönbség, Hanna és Lázár pedig, hát mint az ikrek, 18 hónap korkülönbséggel vannak. Ők nagyon jó pajtások. Példaképként tekint Hanna Lénára. Ezt így is terveztétek? Mert akkor lényegében a két pici egymás után jött nagyon. Nagyon gyorsan jöttek egymás után. Tervben volt a 3. gyerek, de nem ilyen gyorsan. Ezt a Jézuska akarta így, ezt mindig így mondjuk, mivel Lázár Luca napján született meg. Én az egyetem elvégzése után azt mondtam, hogy egyetlen egy gyerekem lesz, és csak is a karriernek fogok élni. Hát ez teljes mértékben nem így történt, aminek nagyon örülök. A 3 gyerek az nem ér fel semmivel, se a karrierrel, se a pénz, se semmi nem ér többet, mint ők, mert én úgy érzem, hogy én nagyon-nagyon kevés szeretetet adok ahhoz képest, mint amennyit kapok én tőlük nap mint nap. A Léna, amikor hazaér az iskolából, tele örömmel, tele dicsekvéssel. A Hanna az óvodából nap mint nap új mesékkel tér haza. Az ő kis álomviláguk, az ő mesevilágok gyönyörű. Lázár nap mint nap fejlődik, hát van kitől tanulnia. És mi volt az, ami mégiscsak a nagy család felé billentette a mérleget? A férjem. A férjem, ő nagyon-nagyon családpárti. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol a szülők mind a ketten felsőfokú iskolát végeztek, és mind a ketten valamilyen úton, módon a karriernek éltek. Én ezt láttam, és én nekem ez volt a normális családi ideál. Szabolcs pedig egy teljesen más világban nőtt föl, élt. Ő nekem azt mondta, amikor megismerkedtünk, hogy én egy nagy családot szeretnék tőled. Hát a többiről majd ő mesél bővebben. Igen, akkor adjuk át egy kicsit neki a szót. Teljes mértékben szerettünk volna nagy családot, és örülünk neki tényleg, hogy ez így is alakult, így is sikerült. Úgyhogy élvezzük a nagy családnak az örömeit. Terveink között volt, el lehet mondani, hogy még esetleg, ha lehetne, még legyen gyerekünk, de véges végén aztán úgy döntöttünk, hogy egyenlőre elég ennyi, mivel hogy 3-an vagyunk rá,
anyósom, aki sokat segít benne, meg mi ketten vagyunk jelen a gyerekek életében, és hát tényleg teljes mértékben kiteljesíti annyira az életünket, hogy minden percünk, minden időnk rájuk szánjuk. Mi az, amit legjobban szeretsz a gyerekekkel? Játszani, együtt tölteni az időt. Én mezőgazdaságban foglalkozok, elég sokat kint vagyok a határban, és hát sűrűn eszembe jutnak, hogy jöjjek már haza, hogy lássam őket. Nekem mondjuk az a 8-10 órás kintlét is, az is már annyi időt elvesz az életemből, úgy érzem, hogy hiányoznak utána. És akkor úgy döntök, hogy szabad gazda, jövök és meglátogatom őket. És téged mi volt az, ami a nagy család felé billentett? Nem tudom, nekem mindig egy ilyen álmom volt. Én nagyon sokáig legény életet éltem, és mindig az volt a vágyam, hogy sok gyerekem legyen, sok unokám legyen, és mindig valahogy előttem van egy olyan kép, hogy hosszú asztalnál ülünk végig, az egész család, sok gyerekkel, sok unokával. Nekem valahogy ez mai napig bennem van. Közben előkerült a fényképalbum is, és emlékeket keresünk, képeket nézegetünk. Melyek a kedvenc képeid? Hát ezek új képek. Ez a fekete háttér, ez valahogy nagyon-nagyon menő mostanában. A mi fényképész barátunk azt mondta, hogy ez azért jó, mert az embernek az arcának a vonásai kerülnek itt elsősorban előtérbe, és nekem ezek nagyon tetszenek. Van mindannyiunkról egy-egy ilyen kép. Tehát ez pontosan egy éve készültek ezek a képek. Itt látszódik, hogy Hanna az még egy kis kövér kis kislány, Lázár az még mászik éppen, hogy tipegő. Lénán, hát azon nem látszik túl nagy változás ez az egy év alatt. Ez a nagymamánknak a születésnapja. Most volt a keresztelőjük és a picurkáknak az idén nyáron. Egyszerre tartottuk, mivel mindkét keresztülő olyan munkával foglalkozik, hogy sajnos külföldön vannak. És hát most bírtuk egyeztetni, és így lett mind a két gyerek egyszerre megkeresztelve. Hanna is és Lázár is. Ami egy pozitív dolog volt ebben, hogy mind a három gyerek kapott egy-egy tortát a keresztelőire, és a cukrásznőnk külön megdicsért minket, azt mondta, hogy Lídia, hát ez nagy ritkaság, hogy a harmadik gyerek, akit nem keresztelnek, neki is készítettetek tortát. És én úgy rácsodálkoztam, hogy miért mond ilyen, hát teljesen normális, magától érthetődő, hogy ha három gyerekem van, mind a három tortát fog kapni. Még akkor is, hogyha nincs születésnapja. Nálunk ez így van megszokva, hogy mindig mind a három gyerek egyformán kap. Ha születésnapja van, ha nincs, tehát nincs kivétel és nincs különbség. És ezt én úgy hiszem, hogy ők is érzik, nincs köztük féltékenység, mint ahogy ez látszik a képeken is, hogy ők tényleg szeretik egymást, ők olyan igazi testvérek, mind amiről minden szülő álmodhat, hogy én remélkedek abban, hogy egy nap, mikor én majd nagymama leszek, akkor azt fogom látni, hogy az én gyerekeim nagyon szeretik egymást, és továbbra is jó kapcsolatban vannak egymással, mert én azt hiszem, hogy itt szülőnek az a legnagyobb jutalom, hogyha a gyerekei nagyon jó testvérként funkcionálnak, és egy anyának pedig az a legnagyobb jutalom, hogyha másodszor is majd anya lehet, mint nagymama. Érdekes, hogy a gyerekek még egész picik, és te is, és a párod is a nagymamaságról, nagypapaságról beszéltek. Ne sietessétek annyira az időt. Nem sietetjük, én csak látom, hogy az idő nagyon gyorsan elmúlott, rohamosan látom édesanyámon, és látom, hogy mennyi szeretete, mennyi öröme lellik a gyerekekben, élvezi azt, amit csinál, és mindig azt mondja, hogy én amikor itt van nálunk, vagy amikor a gyerekek vannak nála, akkor elfelejti azt, hogy ő beteg. Hogy rosszul érzi magát, hogy fáj valamilyen, és én ezért vagyok boldog. Na, most hagyjuk akkor a képeket, hiszen a gyerekek ugye itt vannak így élőben, van, és mindjárt megnézzük őket, de mielőtt átmennénk a gyerekszobába. Erről a képről kellene néhány szót mondani, amelyet most mondtad, hogy nem régen került ide a falra. Így van. Kedves jó barátunktól, Mohácsi Zoltántól kaptuk ajándékba. A gyerekeink kapták ajándékba, hát amikor elhozta hozzánk, akkor mondta, hogy tessék, fogadjátok szeretettel, ez csak is nektek készült. Ránéztem a képre, és mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hát ez egy tipikus Mohácsi kép. Azt mondta, hogy nézzem meg egy kicsit jobban, fókuszáljak a felhőkre. Hát amikor
néztem, akkor kezdtem csak látni igazán, hogy a három gyermekem nevét írja nagyságsorrendben, születési sorrendben, Léna, Hanna és Lázár. És nagyon szépen köszönöm neki ezentúl, ezúttal is. Gondolom ez egy kicsit megható volt. Így van. Ez egy gyönyörű szép ajándék, tényleg, hogy egy szívből jövő szívhez szóló ajándék. És elérkeztünk Léna a kis birodalmába is. Mutasd be a szobádat, mi minden van itt, mi a kedvenced, miért pont így rendeztétek be a szobádat? Ez a te kérésed volt? Hát a lila szoba az igen, és a komputer is. Meg ahogy látható, felszerelve a képem is, egy lovas kép, amit már régóta meg szerettem volna kapni. Ezek szerint szereted a lila színt? Igen. És mit szeretsz még? Hát, szeretem, hogy itt van a komputerem, itt tudok tanulni, jó nagy szoba. És az iskolában is úgy tudom, hogy nagyon aktív vagy. Igen. Hegedülök, járok úszni, meg néptáncol, ha van. Meg én úgy tudom, hogy szavalsz is, nem is akárhogy. Igen. Ki szerettette meg veled a hegedűt, a verseket, az úszást? Anyu. És valamelyiket én választottam ki. Közben előkerültek a diplomák, elismerések, köszönő levelek. Van itt mérkes, amit még alsóban szereztem a rajzversenyeken. Van itt szavalóversenyen való részvételért. 11. szavalóversenyen az első helyért. Ez volt az első hegedű versenyem, ahol rögtön harmadik lettem. Ez azért köszönőlevél, ez is egy ilyen rajzversenyen elért helyezés, ez pedig megint hegedű versenyen elért második helyezést. Ez is mérk, ez pedig dicséret a kenguru matek versenyért és a Tóth Ferenc beszéd versenyen elért harmadik helyezését. Ez megint a köszönő levél a szavaló versenyben való részvételért. Ezt nem régen szereztem a Monda olvasó versenyen, és ott második lettem. Ez megint mér, és matek kenguru versenyen. Itt hegedültél addig a két kis testvérkéd itt szaladgált körülötted. Miért jó az, hogyha az embernek van testvére, és miért jó az, hogyha több testvére van? Azért, mert nem vagyok egyedül, és így többet bírunk játszani együtt. Mi az, amit játszani szoktatok? Kockázunk, főzőcskézünk, óvodásat játszunk. Hallgatnak rád a testvéreid? Legtöbbször igen. Hogy zajlik egy napotok, meséld el, például reggel, amikor fölkelsz, akkor mi történik? A húgom és az öcsém még alszik, én elmegyek az iskolába, mire hazaérek, addigra van a ebéd, utána megcsinálom a házimat az ebéd után, és ha van idő, még akkor játszok a testvéreimmel.
a fény, s a könnyű szél arcomhoz él, akkor hadd mondjam el, milyen szép a világ. Hanna az a református óvodába jár szeptember óta, és csoportos, mert sok-sok barátja van neki. Azért tartottuk fontosnak, hogy beírassuk őt az óvodába, mert nagyon fontos szerintem a gyermek szocializálódása szempontjából. Gyereknek gyerek a barátja. És meg hát ebben az időpontban, 8 órától délig még ő oda van az oviban, addig a Lázár is kicsit élhet egyedül a saját kis birodalmában, mert erre is szükség van. Hannácska, megmondod a nénnek, hogy hívják az óvó nénébe? Berádi. És a barátaidat hogy hívják? Bence, Sávit, Nimród, meg Sávi. És a kislányok? Sára, a másik Sára, Pintér Sára, Ákos, Dominik, és... Én Flemondéna, meg a másisára. És mit csináltok az óvodában? Játjuk, és esünk. Miben látjátok a nagy család összetartó erejét? Csak is a megértésben, megbeszélésben, tehát minden családban adódnak problémák, adódnak nehéz helyzetek, mert már eleve mi különbözőek vagyunk, mert emberek vagyunk. Mi igyekszünk minden este, ha nem minden este, minden másnap este leülni és megbeszélni, hogy kivel mi történt, és ezeket a gondokat, problémákat közösen megoldani. Tehát nálunk most az is gondot jelentett, úgymond, hogy én valamilyen úton, módon visszakerüljek ebbe a kis mókuskerékbe a munkám kapcsán, amivel foglalkozok, hogy én is egy kicsit visszanyerjem a nőiességemet. Hogy ne csak anyaként, ugye, úgymond anyaként funkcionáljak, hanem nőként is létezhessek. De ebbe megint kompromisszumunkra volt szükség. Szabolcs is rengeteget áldozatot kellett, hogy hozzon a véget, hogy én el tudjak jutni a munkahelyemre, mert nekem ez egy egész napos elfoglaltság, ha én elutazom. Ő addig megvigyázza mind a három gyereket. De viszont nekem is meg kell azt oldani, hogy akkor előző nap elkészítem az ebédet, mert hát a gyerekeknek enniük kell. Aztán itt vagyok, de én azt mondom, hogy mi teljes mértékben kiegészítsük egymást, és a nehézségek segítettek biztosan, sőt, segítettek abban, hogy mi nagyon erős gyökereket eresszünk magunknak, mint család, mint egy pár, és én azt mondom, hogy fontos az, hogy mind a ketten egyetértsünk a gyereknevelésben, és bármi másban, ami a családunkat érinti. Látom, hogy Lázár egészen mai gyerek, hisz javában nyomkodja a táblagépet, és úgy látom, hogy nagyon élvezi is. Igen, hát ő, Lázárnak van kitől tanulnia, két nővérkéjétől, úgyhogy ő minden lében kanál, ő egy nagyon eleven kis fickó, úgyhogy tényleg, hogy nem érezzük azt, hogy nehéz, mert ővelük nagyon könnyű. Nagyon sokat köszönhetünk a Lénának, aki nem csak a kislányunk, hanem ő tényleg egy fantasztikus nővér, rengeteget foglalkozik a testvéreivel, de nem azért, mert mondjuk, nem azért, mert rá vannak unszolva. Egyszerűen ő szereti őket. Ő neki az jó. Én úgy érzem, hogy amikor együtt játszanak, akkor a Léna is újra gyerek, egy 11 éves kis eleven huncut kis nagylány. Hát végül is még mindig a gyerekkorban van, akárhogy nézzük. Így van, ő még gyerek, de most 11 évesen van éppen azon a forduló ponton, amikor se nem kicsi, se nem nagy. Ilyenkor jönnek azok az ütköző pontok, amikor neki nagyon nehéz. Rengeteg érzés dúl benne, amit tényleg, hogy igyekszünk minden nap megbeszélni, hogy segítsünk neki. Elsősorban az összetartás, nekem ez nagyon fontos. Valószínűleg azért, mert sokáig sportoltam, fociztam, és a csapatszellem valahogy úgy belém épült, és nekem nagyon fontos, hogy nagyon szervezett legyen. Tehát mindenki tudja, hogy mi a dolga, mi a helye, és hogy hogyan csinálja. Ha nem, akkor persze azért vagyunk mi szülők, hogy ezeket a dolgokat még elmondjuk a gyerekeinknek, és bízunk benne, hogy sikeres szülők leszünk, ami majd a jövő megmondja végül is, hogy a gyerekeink hogy tekintenek vissza ránk.
későbbiekben, hogy milyen lesz az életük, hogy tudtuk őket irányba terelni, abba az irányba, amiben szerettük volna, vagy amiben kellett végül is, hogy eljussanak. Hát reméljük, hogy sikerülni fog minden ebből. Úgyhogy ez egy feladat az embernek, hogy megoldja azt, hogy a gyerekeinek szép életük legyen. És nekem ez a fontos, hogy a nagy család mindenféleképp összetartás legyen. Ami még el szeretném mondani, hogy mi igyekszünk tényleg nem az anyagi javakra fektetni a gyereknevelést, hanem arra, hogy rengeteget kiránduljunk. Rengeteget vagyunk együtt, mert én úgy érzem, hogy nem az új ruha és az új cipő fog megmaradni emlékként a gyerekeinkben, hanem a rengeteg kirándulás. A kirándulásokhoz nem kell nagy pénzösszeget elválasztani a mindennapokból. Rengeteget járunk a hegyekbe. Fruskagórát ismerjük tényleg a legkisebb ponttól. A rokonokat, rokonlátogatás nálunk nagyon fontos. Tehát mikulásozni, és most megyünk Szegedre a nagynénékhez. Mert mindent megbeszélünk, tehát ez szintén nem anyagi, hogy mekkora ajándék lesz most az ünnepekre, hanem hogy együtt legyenek az unokatestvérekkel, a barátokkal. Nagyon sokat kirándulunk, az állatkertbe elmentünk tavasszal is, ősszel is. Moravicára járunk túrázni, bicajozni. Tehát egyszerű dolgok, de rengeteg, rengeteg élmény, rengeteg kép, rengeteg mesélni valójuk van aztán a gyerekeknek, és én úgy érzem, hogy ez az, ami meg fog bennük maradni, hogy igenis, hogy anya és apa mindent megtettek, hogy nekünk jó legyen. Műsorsorozatunkat a Nyúl család bemutatásával kezdtük, velük a húsvétről is beszélgettünk. Most viszont egy másik keresztény ünnepre, a karácsonyra várunk. Mit jelent ez számotokra? Hát ugye az utolsó kérdésre válaszoljak, az ünnep magában a szeretet ünnepe, ugye? Amiről most is készül a riport, ez maga a szeretet, maga a család. Mi is arra törekszünk, hogy a család együtt legyen, tehát jövő hétvégén, már Mikulás hétvégéje van, a gyerekeknek ez egy nagyon fontos mozzanat, úgyhogy Szegedre látogatunk el a barátokhoz, rokonokhoz, ott várjuk a Mikulást, ott fogjuk beszerezni a karácsonyi díszeket, az újakat, mivel együtt fogjuk díszíteni a fát. A lintereket múlt héten Lénával elkezdtük már sütni, és vasárnap fogjuk őket díszíteni is, mert nálunk nagyon, tehát a fán azon kis kalácsok is jelen vannak minden évben. A műsor a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével és támogatásával valósul meg.